Fokozott óvatosságra hívja fel a figyelmet a rendőrség a karácsonyi nagybevásárlások idején. A Tolna megyei rendőrfőkapitányság szóvivője azt mondja, fontos, amikor az üzletekben vásárolunk, a pénztárcánkat, illetve táskánkat ne helyezzük el jól látható helyen, lehetőleg mindig tartsuk azokat magunknál. Kérjük, hogy amikor vásárolni indulnak, akkor az autóban nagyobb értékeket látható helyen ne hagyjanak, hiszen azzal felhívhatják azoknak a figyelmét, akik ebben az időszakban abból szeretnének megélni, hogy másokat megkárosítanak. Az egyenruhások továbbra is felhívják a figyelmet a megfelelő távolságtartásra, és arra kérnek mindenki, hogy a családinál nagyobb rendezvényen senki ne vegyen részt ebben az időszakban sem. A rendőrség a karácsonyi időszakban is fokozott figyelmet fordít arra, hogy az állampolgárok békésen és boldogan tudják az ünnepeket eltölteni, azonban mindenkinek felhívjuk a figyelmét arra, hogy ez egyedül 24-e este az az időszak, amikor a kijárási tilalmat eltörölték. Tehát december 25-től ismét érvényesek lesznek a kijárási tilalomra vonatkozó szabályok, vagyis este 8 és reggel 5 óra között senki sem tartózkodhat az utcákon, szilveszterkor sem.